Szeretettel üdvözlöm Önöket! Igen, meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, és bizony elkezdődik a szívünk, lelkünk felkészítése az ünnepekre, úgyhogy ehhez már kapcsolódik is műsorunk. Önök a Te a Glóriával című műsort látják, és mindenkit üdvözlök, engem Geszti Glóriának hívnak, és meglepő, hogy egyre többen és többen írnak nekem, és derül ki, hogy újabb és újabb nézőink vannak, mindenkit szeretettel köszöntök. A műsorról, ha többet szeretnének tudni, akkor nézzék meg a weboldalunkat, www.teagloriaval.hu, illetve barangoljanak a Facebook oldalon, a keresőbe be kell írni a műsor címét, Tea Glóriával. És van egy állandó telefonszáma is a műsornak, ez azért jó, mert itt személyesen tudnak érdeklődni, kérdezni, információkat kapni, és mondom is, ez úgy szól, hogy 0620 9 340 330. Reggel 9 után, de este 9-ig lehet hívni ezt a számot. És akkor nézzük, hogy mi mindent kínálok Önöknek a mai műsorban. Test, lélek, szellem az első műsorblokkunk, ami a téli méregtelenítésről, a tisztításról szól. Kéri Judit, karmajóga mester tanár lesz a vendégem, és érdemes lesz meghallgatni, hiszen segít felkészülni, de ami még nagyobb dolog, segít az új évben is eligazodni és tisztán nekivágni a 2020-as évnek. Ezután regeneratív medicínák, folytatjuk ezt a blogsorozatunkat is, idén ez a záró, és a címe az Összsejtek és a tudatos egészség. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen összefoglaló műsor is mindarról, amiről eddig beszélgettünk, tehát nagyon érdemes azoknak is megnézni, akik csak pár hete találtak rá műsorunkra. Vendégem Miskó József egészség nagykövet. Ezután új utak az egészség megőrzésben. Itt különleges dolgokat mondunk el, amikre rátalálunk, mi segíthet a közérzetünk javításában például. Hát most a kozmo lélektanról lesz szó, ugye, hogy nem hallottak még erről? Hát most megtudhatják, hogy mi is ez. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ezután anyanyelvünk szépségei. Vendégem lesz Kerekes Barnabás tanár úr, és mivel 125 évvel ezelőtt született Pécsi Blanka, ebben a beszélgetésben őrá fogunk emlékezni. Életművek 45 év a színpadon. Kedves nézőink, én azt hiszem, hogy tisztelettel fejet hajtok egy olyan nagy művész előtt, mint Ötvös Csilla operaénekes, és egy kicsit összefoglaljuk ezt az elmúlt 45 évet, azt hiszem, hogy bőven lesznek majd kihagyások, és természetesen megcsodálhatjuk Csilla hangját, egy kicsit megtudjuk, hogy ki és mi van a háttérben, a családi életéről is, és hírt adunk arról, hogy megalapították az Ötvös Csilla díjat. Ezután kiállítások ínyenceknek felhívjuk az Önök figyelmét, hogy e hétvégén lesz a nagy lelkes ásványbőrze, avagy ahogy mondják, a lurdi ásványbőrze. Számos érdekességről esik szó beszélgetésünkben. Velünk élő történelem Trianon. Megint a mához kapcsolódunk ezzel a mai adással. A címe: Mi a közösség védelmi keretegyezmény? Azt hiszem, hogy érdemes tudni az ilyenekről, hiszen még kimondani is nehéz. Na, ebben a műsorban megtanuljuk a nevét, és azt is, hogy mit jelent. Záró blokkunkban Éliás Tiborral beszélgetünk és foglalkozunk az Önök egészségével. Most az lesz a témánk, hogy mit tehetünk a reflux ellen. Azt hiszem, hogy ez ma már minden második embert érinti, ha nem még sűrűbben, úgyhogy kérem, hogy hallgassák meg, mit is mond erről
Éliás Tibor. Mai műsoromhoz jó szórakozást kívánok! Test, lélek, szellem. Ilyenkor, advent első hetében azt hiszem, hogy fontos, hogy rendbe tegyük magunkat, a lelkünket, a szellemünket, hiszen mindegy, hogy milyen vallásúak vagyunk, valahogy úgy kell várnunk az ünnepeket, hogy szabadon fordulhassunk a másik fele, hogy mi köszönjük, jól vagyunk, és azt szeretnénk, hogy neki is jó legyen. Épp ezért meghívtuk Kéri Juditot, aki karma jóga mestertanár. Már beszélgettünk vele egyszer, és én azt hiszem, hogy pontosan ő lesz az, aki nekünk ebben segíteni tud, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött ismét hozzánk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tulajdonképpen ez egy téli időszak, amikor minden megváltozik. A természet, egy kicsit úgy érezzük, hogy az egész évi telítettségünktől szabadulni kéne. Van is, úgy tudom, hogy ilyen rendezvény is. Hát kezdjük ezzel talán, mint aktualitás. Jövőre 2020-at írunk, az egy nagyon szép szám, és minden évben tényleg ilyenkor a befelé fordulás jellemző nem csak a természetre, hanem ránk is, és nagyon jó a időszak ahhoz, hogy magunkkal számot vessünk azzal, hogy mi történt ebben az évben, és tényleg, ahogy mondtad, az ünnepi asztalhoz, hogy ülünk le, hogy vagyunk a szeretteinkkel, de leginkább, hogy vagyunk magunkkal. Ehhez kapcsolódik az Érzelmi Méregtelenítés Fesztiválunk, ami a két ünnep között lesz, 27-én kezdődik, és átnyúlik az új évbe, tehát nagyon jó módja annak. Ez egy nagy volumenű rendezvény. Igen, 6 napos, 27-től 31-ig, akkor lesz egy csodálatos óév búcsúztató, és elsőjén még megtoldjuk egy ráadással, egy manifestációval, hogy tényleg olyan csodálatos legyen ez a 2020-as év. Ez nagyon jó ötlet, hiszen pont a két ünnep között van egy ilyen furcsa váltási időszak, meghitt pillanatokból egyszer csak be kell látnunk, hogy jön egy új év, amikor teljesítenünk kell. Na hát akkor beszéljünk arról, hogy hogy is van ez a méregtelenítés? Van egy tisztítás. Igen, van egy csodálatos meditációs technikánk, már erről úgy emlékszem, hogy beszéltem legutóbb a delta tudatállapot, a 8. csakrás meditáció, amikor nem csak a testben lévő 7 csakrát tisztítjuk, hanem azért, hogy ez a 7 csakra dinamikusan és harmonikusan tudjon működni, az auránknak, a magnetikus mezőnknek a központját is tisztítjuk és aktiváljuk, ezáltal tudjuk az egész terünket harmóniában, egyensúlyban tartani, hiszen hogyha bármilyen negativitás ér bennünket, akkor először ez az auránkat, az energiamezőnket éri, és aztán később, hogyha azt nem kezeljük, hogyha nem egyenlítjük ki, abból lesznek fizikai tünetek, esetleg fizikai betegség is. Tulajdonképpen ezt mi magunk egyedül nem tudnánk megtenni? Mi az, amiben igazán segít? Ez a 8. csakrás meditáció egy titkos tanítás volt, illetve nem tud róla a közvélemény, nem nagyon beszélnek róla. Ez egy nagyon finom és magas rezgésű meditáció, és a mesterünk Sumant Kaul és a fia Sumit Kaul döntöttek úgy 3 évvel ezelőtt, hogy elkezdik tanítani nagy közönségnek Indiában. Magam is és a kolléganőm dr. Strauss Erzsébet is Indiában tanultunk, és ez a nagyon csodálatos 8. csakrás meditáció az az alapja annak az öngyógyító technikának, amit ez alatt a 6 nap alatt meg lehet tanulni, a karma dinamikájával egyetemben, és még egy csomó más meditáció és tudás is a rendelkezésünkre állhat ez alatt a 6 nap alatt. A karma szóról már beszélgettünk, mégis most úgy érzem, hogy fontos tudni, pont ebben az időszakban, hogy miért is vagyunk.
A családunk az az elsősorban, aki a karmánkat befolyásolja, illetve a családtagjainkkal vannak a legerősebb karmáink, hiszen őket szeretjük, őbelőlük vagyunk, de mégis ott van az a ledolgozandó probléma legtöbb esetben, amivel szembe kell néznünk. Vagy az édesanyánk, vagy az édesapánk, vagy a testvéreink, vagy a nagyszülők. Tehát valahol ott a családi mezőben van az a nehézség, energetikai, megoldandó dolog, amit fel kell oldanunk, ezért nagyon fontos, főleg így karácsony előtt, hogy ezeket felismerjük, és ezeket el tudjuk engedni, meg tudjuk tisztítani. Ez érdekes, tehát fölfele nehezebb, vagy ott van a több adósság, vagy ott van a több vétkünk az eltelt évek alatt? Mert ugye most nem említettük a férjet, a gyermekeket, tehát inkább a velünk egy vonalat, meg akik fölöttünk vannak. Ugye elsősorban mindig az a legfontosabb, hogy azt a hátteret kitisztítsuk, mert a párunkat is, ugye nagyon sokszor az alapján választjuk, hogy vagy olyan mondjuk az én esetemben, mint az édesapám, vagy pedig pontosan az ellentetje. Tehát nagyon fontos, hogy a szülői szálakat megtisztítsuk, illetve a testvéreink felé, meg az őseink felé, és akkor utána ugye ez lenne a teljesen sima dolog, hogy mindenki, amikor 21 éves lesz, amire az agy teljesen kifejlődik, addigra tisztában legyen azzal, hogy kik a szülei, honnan jött, teljesen a kapcsolatait rendezze velük, a testvéreivel, az őseivel, a családi mezővel, és akkor 21 évesen akkor olyan megtisztult rezgésből válaszol párt magának. Tehát ez lenne az ideális, de ez általában megkésik. Igen, igen, ez általában viszont, nem így van. Viszont ez könnyítheti akkor a párunkkal való már meglévő kapcsolatot, még ha késve is? Igen, igen, igen. Tehát mindig nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk az, hogy ki az, aki az életünk társa, ki az, akivel fizikai kapcsolatban vagyunk, szexuális kapcsolatban vagyunk, hiszen a DNS-ünk így tud egymásra hatni, így tudja egymást befolyásolni, ezért voltak régen azok a hatalmas, legalábbis falun nagy lakodalmak, amikor tényleg a nász nép is egybe kelt, tehát nem csak a férfi és a nő, a mennyasszony vőlegény Frigyes, hanem nyilván az egész nász nép, az ősök is részt vesznek ebben a Frigyben, tehát tényleg ott megismerik egymást, és egy családá válnak, aminek a szemmel látható következménye nyilván a gyermekek, akik vagy az apukára, vagy az anyukára, nagymamára, nagynénire hasonlítanak fizikailag is, de ez nagyon fontos ezt felismerni, hogy a meglévő kapcsolatainkat ebből a szempontból hogy tudjuk rendbe tenni, és hogy tudunk azzal a társunkkal, főleg, hogyha már gyermekek is vannak, megbékélni, kibékülni, illetve a rezgésünket úgy emelni, hogy a környezetünk, a családunk, a társunk és a gyermekeink is emelkedjenek velünk. Nagyon érdekes gondolatokat kaptam most. Tényleg voltam ilyen nagyon nagy esküvőkön, és most értettem meg, hogy mi a fontos benne. Nem az, hogy 3 napig eszünk, iszunk, hanem hogy meglássuk a másik családot. Hogy mennyire tudunk egymásra hangolódni. Gondolom, ez akkor nehéz igazán, ha a két család eleve nem volt jóba. De hogy ezeket is rendbe lehet rakni, mondjuk egy ilyen Rómeó Shakespeare jutott eszembe, igen. Természetes, az eleve egy karmikus helyzet, ugye Shakespeare mondta azt, hogy színház az egész világ, meg a félreértések tragikomédiája, nyilván ott a művészetben, a színpadban, a színházban ez nagyon sok oldalról körbe lett járva, de valójában ugyanígy teremtjük mi is az életünket, hogyha felismerjük azt, hogy valójában én vagyok az életemnek a szövegkönyvírója, én vagyok a rendezője, főszereplője, én osztom ki a szerepeket, tehát én válogatom össze a stábot, a díszleteket, és fölülről így nézem az egészet, hogy mi ez az egész, akkor ezen lehet néha sírni, néha meg nevetni, néha meg a kettőt együtt. Nagyon jó, hogyha megtanulunk kicsit eltávolodni, ugye angolul a zooming in, zooming out, mint a kamerában is, igen. Van egy ilyen. Nagyon fontos, hogy rálátásunk legyen, és pont ez az időszak, ez a decemberi időszak, ez a karácsonyi szilveszter közötti,
tér, amire mindig úgy gondolunk, legalábbis én, hogy hú, milyen sok idő van még. És egyik pillanat és alatt csak pár nap az egész. Ez egy nagyon jó, ez a vákum, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy rálátást szerezzünk az életünkre, és egy kicsit távolabbról is megnézzük. Ami nem könnyű, talán pont ebben segíthet ez a nagy rendezvény, mert az ember annyira elveszik a részletekben, a kis mindennapjaiban, hogy pont a rálátás hiányzik, amit talán egy ilyen rendezvény segíthet, vagy irányíthat. Amit még kérdeznék, hogy ugye ma nincsenek nagy családok, egyre inkább szűkül, kis család, már a nagy is vidéken él, ha még egyáltalán vannak, nem járnak össze a családok. Itt mi a baj? Vagy csonka család, vagy hát patchwork arról nem is family. Beszélve. Az micsoda, hogy patchwork, a patchwork family. Amikor tegeződtünk, úgy emlékszem. Igen. Tudod, amikor elválnak a szülők, és akkor utána újra házasodnak, ja, és mindenkinek az előző házasságból gyerekem, már van egy-két gyereked, gyerek, meg utána mi is. Gyerekünk. És akkor igen, ez a patchwork. És mennyi konfliktus adódhat ebből? Tehát akkor azt mondod, hogy ugyanígy fontos ezeknél a szűk családoknál is? Igen. De ott igen. Hogy tudunk utána járni, hogy mi lehet a probléma, hiszen már a gyökerek nem azonosak? Nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogy a DNS-ünk mindenre emlékszik. Mindent elraktároz magában. Az őseinkről ugyanúgy tud, mint a mi gyerekkorunkról, a születésünkről, a születés előtti időszakról. Az őssejtig vagyok minden ős. Ha már Shakespeare legyen József Attila. Nagyon jó, köszönöm. És pont ez a meditáció, ez a delta tudatállapot teszi lehetővé azt, hogy emlékezzek, és a tudattalan részemben vegyem fel a kapcsolatot. Ugye Freud és Jung óta tudjuk, hogy a tudatalatti az nagyon fontos. Na most az is bebizonyosodott, hogy nincs egy életünk arra, hogy ott a couchon, a kereveten ellazulva feldolgozzunk bizonyos emlékeket a gyerekkorunkból, és nem is szükséges, hiszen nagyon sok trigger élmény van, nagyon sok kiváltó élmény van egy bizonyos gyökér problémának. És hogyha a gyökér problémához eljutunk, és a gyökér problémát gyógyítjuk meg, akkor az összes többi az kioldódik, és át tudjuk magunkban ezeket a régi, neheztelő, nehéz élményeket fordítani. Ez az valójában, ami az érzelmi méregtelenítés, amikor egy nagyon rég keletkezett, elnehezült helyzetet feloldunk, és egy csomó felszabaduló energia keletkezik, illetve azt az energiát pozitív dolgokra, a vágyaink, az álmaink megvalósítására tudjuk fordítani, hiszen nem is a terápia a cél, hanem az a cél, hogy túljussunk a terápián ezzel a nagyon hathatós módszerrel, amit karmikus forráselmek gyógyításnak hívunk, és utána az álmainkat manifestációs technikákkal, teremtő technikákkal meg tudjuk valósítani. Most egy ilyen rendezvényre elég, ha mondjuk a családból egy valaki elmegy? Minden családban van úgymond egy megmentő, egy hős, aki ezzel elkezd foglalkozni, akiket az ősök nagyon-nagyon nagy mértékben támogatnak. Elég egy valaki, ugye, aki abból az összegabajodott kusza-kusza szálakból elkezdi fejfejteni a történéseket, de minél többen jönnek el egy családból, annál gyorsabban és annál könnyebben történik meg a változás. Úgyhogy vannak olyan családok, akik úgy vesznek részt, hogy szülők gyerekek, egyik gyerek, másik gyerek, vagy anyuka a nagyobbik lányával, aztán később jön az apuka is, vagy a kisgyerekek is akarnak jönni, mert nagyon szeretik ezt a teret, ezt az energiamezőt. Akkor abban vagyunk adósak, hogy még egyszer mondjuk el, hogy hanyadikán, hány órakor, illetve hogy nézhetnek utána a részletes programoknak? Karma Yoga, vagy még meg lehet bennünket találni, és Karma Yoga Fesztivál, így angolosan írva, .eu, ez a weboldalunk, és december 27-én egyből karácsony után indítunk, január 1-ig, és reggel 10-től este 9-ig vannak programjaink, van egy napközbeni fő műsorszám, az alap- és haladó tanfolyamok, illetve este különböző tematikus kurzusok. Köszönöm szépen. Én is. Kedves Judit, és én önöknek kívánom, hogy a két ünnep közötti időszakot töltsék kellemesen, és nem mindegy, hogy kezdik az új évet.
regeneratív medicínák. Ez a sorozatunk úgy látszik nagyon érdekli önöket, hál' Istennek nagyon sok hozzászólást, érdeklődést kapunk, és én nagyon örülök, hogy Miskó József ismét itt ül velünk, és hallgatjuk a szavát, fontos nekünk, hiszen nagyon sokat tanulunk ebből a műsorból. A mai műsorunk címe az Őssejtek és az Egészségtudat. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Külön-külön is érdekesek, és én azt hiszem, hogy így az év utolsó hónapjában nem is árt egy pici összefoglaló mindarról, amit ebben az évben beszélgettünk. Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és hát akkor csapjunk bele, vágjunk bele, hogyan fejezzük be ezt az évet. Hogy kezdtük? Azzal, hogy beszélgettünk az őssejtekről. Így van, és gyakorlatilag majdhogy nem végig beszéltük az évet. Jó tanácsokat talán sikerült adni nagyon sok embernek, hogy hogyan teheti biztonságosabbá, fiatalabbá a hátralévő életét. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy egyre népszerűbb ez a lehetőség, egyre többen igyekeznek rádöbbenni arra, hogy mint egy kicsit egészségtudatosabban élve, elsősorban úgy tekintve a szervezetünkre, a testünkre, hogy gondozni kell, mert a jövőnk van itt, és a jövő életminősége van a testünkbe, lelkünkbe, és ennek az egyik legnagyobb lehetősége, hogyha ezt az úgynevezett regeneratív módszert minél többen megismerik és elkezdik alkalmazni. Az az igazság, hogy már maga az őssejt jelentőségét is meg kell, hogy határozzuk, mert ugye valami csodát beszélgettünk itt, hogy ez megfiatalítja, egészségesebbé teheti a szervezetünket, és hát ugyanakkor nem árt magáról a regeneratív medicináról egy-két szót szólni. Igen, hát 90 évvel ezelőtt történt valami, akkor dr. John Davidson felfedezte azt a pici csodát, ami azóta elindult a világba, és segít embereknek visszaállítani vagy megőrizni a jó biológiai működést. Mi volt ez a pici csoda? Ugye tudjuk azt, hogy 25 éves korunkig, 30 éves korunkig nagyon fittek vagyunk, mindenünk jól működik, élvezzük az életet. És könnyen regenerálódunk. Így van, és könnyen. Bármi történik velünk, könnyen regenerálódunk. De utána már ez mind nehezebben megy, és megjelenhetnek az életminőség rombolók az életünkbe. Ez mit jelent? Már itt fáj, ott fáj, romlanak a funkcióink, vagy gyengülnek, ugye nem tud annyit teljesíteni az ember, esetleg a látás, hallás, mozgásszeri problémák, feldolgozó rendszer problémái is mindennapossakká válhatnak, és ilyenkor már az ember azt mondja, megy az idő. De mit tudott mondani dr. John Davidson? Azt, hogy az a pici FGF2-es faktor, ami az ősejtjeink akkumulátora, élelmiszere, hogy úgy mondjam, az pótolható. 25 éves korunkig ez az, ami vitalitásunkat, egészünket biztosítja, és mivel kifogy a mennyiség a szervezetből, elhasználjuk, akkor ha bevisszük újra, akkor újra életet kapnak, és újra dolgoznak a funkcionális felnőtt ősejtjeink. Erre alapszik a módszer, és azt mondom, hogy erről beszélgetünk itt már 2 éve, és azt hiszem, hogy még fogunk is egy kicsit. Ami nagyon lényeges, mert ez egy visszatérő kérdés, hogy mindenkinek van őssejtje? Igen. Tehát hát, el nem tűnik a szervezetből, csak pihenő bemegy. Igen, így van. Hát mivel nincs bent az üzemanyag a kulcs a szervezetbe, így ő nem tud dolgozni. Az őssejt kutatással már nagyon régóta foglalkoznak a tudósok, hiszen azt mondták, hogy az emberi szervezet megbomlott egyensúly visszaállítása legjobban eredeti állapotban a funkcionális őssejtekkel történhet meg. Ugye dr. Tóth Géza mondta ki, hogy ez lesz a 4. lépcsőfoka az őssejt kutatásnak, vagy az ősejtek alkalmazásának, és hát ezt fedezte fel, amely tényleg egy áttörést jelentett 90 évvel ezelőtt dr. John Davidson a tudományba, majd ezt folytatta 50 évvel később a gyakorlati megvalósítását Björn Deszkalag, és eljutottunk 2010-kül oda, hogy a lakosság számára elsősorban mint prevenciós lehetőség egy nagyon jó megoldás a hosszabb, egészségesebb,
boldogabb élethez. Szintén visszatérő kérdés, ami azt öleli magába, hogy ugye a mi generációnkban még nem volt divat, hogy majd levesszük az őssejtet a köldökzsinórból, még nem tudtuk tárolni az ilyesmit. És kérdés, hogy mi a különbség a levett őssejt, vagy az között, amit most egyszerűen be tudunk kapni, igen, mint hát egy kapszulát. Igen, lényeges különbség. Ugye az, amit levesznek, azt azért teszik el, hogyha a szervezetben olyan elváltozások indulnak meg, nem mondom ki azt, hogy betegségek, de hát funkciózavarok, hogy azt mondták, hogy nyúljunk vissza az ősi őssejtekhez. Igen ám, de közben azért mi biológiailag fejlődtünk, és nem mindennapi megoldás ez. Tehát egyszer, kétszer használatos talán, eddig még nem volt nagyon rá példa gyakorlatban. Itt miről van szó? Hogy a bennünk lévő funkcionális őssejteket tudjuk újra ezzel a módszerrel beindítani, és amit látták itt a nézők több alkalommal is, itt voltak a lábon járó tapasztalatok. Uh-huh. Ugye Misi bácsink az akkori 30 fekvő támaszával 74 évesen már eljutott az 50-hez épp az elmúlt napokban közölte. Igen, találkozott örömmel. Vele? Igen, hogy figyelj, de már 50-nél tartok. Miért? Mert fiatalodik biológiailag a szervezete, ugye? Akkor ugye itt volt a Zsuzsink, aki a létrára is tud most már menni, sőt táncol is, holott nem volt rá remény, és még nagyon sok ilyen eset van. Ilonka nénit is sokan emlegetik, igen, hogy van. Már kertészkedik. Igen, így van, hogy gyakorlatilag ez jelenti azt, hogy a szervezetbe a funkcionális őssejtek naponta újra megújítják legmélyebb szinten, sejtszinten a szervezetünket. Visszaállítják a nagyon áhított és vágyott 25-30 éves kori állapotot, vagy hogyha nem is azt a 25-30 éves korú állapotot tudják visszaállítani, de sokkal jobban működött, mint ami most van. Akkor egy kicsit arról beszéljünk, hogy azt hinni az ember, hogy ó, hát akkor beviszem az őssejtet, ezt a kapszulát, amiről szoktunk beszélni, és minden meg van oldva. Pedig mi azt mondjuk, hogy ez még nem elég a tudatos egészséghez, egy rendszert kell használni. Igen, így van. Hát az emberi szervezetet tekintsük úgy, mint egy háznak. A háznak is van egy alapja, ezek a sejtjeink. Itt jön be a funkcionális felnőtt ősejtek gyakorlatilag. A másik, hogy a házunk is falakból áll, van szellőző rendszere, belső gépészeti rendszere, van háztető. Na most, ahogy a szervezetünk biológiai öregszik, tehát a funkcionális ősejtek 25-30 éves kor után nem működnek, úgy öregszik a szervrendszerünk nagy része is. Már nem úgy teljesít a vesénk, a májunk, a keringési rendszerünk, ugye mikrogyulladások, sejtmembrán merevség van a szervezetünkben. Ezeket is újra kell táplálni a mikrobiomról, a feldolgozó rendszerről, az enzimháztartásról már nem is beszélek. Tehát rájöttek a tudósok arra, hogy vagy komplette, mint egy házat nézem, és mindegyik részének megvan a saját funkciója, feladata, azok is egy idő után elkopnak, és ehhez egy komplex megoldást adnak, mégpedig ugye azokat a készítményeket, amelyek felújítják, és magas szinten tartják az immunrendszerünket, a bélrendszerünket, az enzimháztartásunkat, a keringési rendszerünket, és mindez által még hozzájárunk ahhoz, hogy mindig eredeti, friss, jó sejtjeink legyenek. Nagyon fontos az, hogy egyrészt belülről használhatjuk, alkalmazhatjuk mindezt, de most már egy pár éve ugyanezt külsőként is, aki szeretné, hogy a külső megjelenése szebb legyen, különösen nők, ugye a bőrükre nagyon büszkék, erre is most már alkalmazható ez a bizonyos faktor. Igen, egy nagyon jó szérum van már a kezünkben, amely 2017-ben Németországban megkapta az 5 csillagos dermateszt minősítést, mert teljesen természetes anyagokból van, maga a hordozóanyag is és a hatóanyag is, és tényleg a klinikai tesztek, ami a készítmények mögött van, itt is elvégezték, és kiderült, hogy nagyon gyorsan elkezdi mint a kollagén, mint az elasztin réteget regenerálni, tehát a külső bőrünk megjelenése is, vagy a megjelenésünk is, ugye a bőrünkön keresztül történik, sokkal gyorsabban regenerálódik. És itt van az, mikor egészségtudatosságról beszélünk, hogy
ma már az embereket egyre nagyobb külső tényezők, külső behatások érik. Na most, ha rendszerességet viszünk az életünkbe ezen a területen is, akkor sokkal kisebb a meghibásodás esélye. Itt van az, hogy aki ezt a készítmény családot, vagy a programot megismer, inkább úgy mondom, az jobban odafigyel magára. Tehát azt jelenti, hogy az emberi szervezetnek naponta szüksége van olyan készítményekre, amelyek segítik a biztonságos jó működést. Amikor azt látjuk, hogy sajnos az emberek egy része két állapotban van, mert vagy beteg, vagy úgy mondjuk teljesen egészséges még. De a kettő közt van egy hosszú időszak, amikor még nem beteg, de már nem is annyira egészséges. Na most ebbe a szakaszba dől el, hogy mennyire vagyok egészségtudatos. Mennyire ismerem a szervezetem biológiai, fizikai, fiziológiai működését, és tudatában vagyok-e annak, hogy a környezeti hatások azok egy idősebb, elhasznált szervezetben sokkal hamarabb idéznek elő változásokat, funkciózavarokat, mint 25-30 éves koromban. December az bizony rövid hónap, hiszen nem sokára jönnek az ünnepek, de gondolom, hogy a fiatalodni vágyók, az egészségtudatosak szeretnének még ebben a hónapban is találkozni önnel. Mikor van ez? Úgy tudom, hogy csak egy ilyen van. Több van egyébként, és ezért kell, hogy látogassák a honlapot rendszeresen, mert most igazából a klubtagok úgy mondjuk ilyen családias összejöveteket szerveznek, mert belsőségesebb, hangulatosabb. 14-én, szombaton, Gyöngyösön 17 órakor lesz egy ilyen nagyobb találkozunk ebbe az évben utoljára, tehát aki Gyöngyösön van, az 14-én, szombaton, Áhim András út 2 alatt várjuk szeretettel, előtte jó, ha bejelentkezik. És ha már itt tartunk az év végénél. Ugye nagyon fontos az, hogy ilyenkor többet gondolunk a szeretteinkre, igyekszünk hasznos dolgokkal meglepni őket a karácsonyfalak. Én mit tudok javasolni? Hát a legfőbb érték, a legnagyobb kincs, amire naponta szükséges, hogy odafigyeljünk és gondozzuk, az az egészségünk. A regeneratív módszer készítményei közt nagyon sok hasznosat találnak. Tehát ajándékozzunk egészséget karácsonyra. Hát ne csak karácsonyra, minden napra, de akkor kiemelten figyeljünk oda gyakorlatilag, és szerezzünk ezzel nagy örömet magunknak és szeretteinknek is. És hát ugye pont most került szóba az, hogy mindez gyönyörű krémek formájában is van, tehát akár egy feleségnek, egy anyukának ez egy érdekes meglepetés lehet, hogy na ettől aztán úgy megfiatalodsz, drágám. Hát kívülről, belülről, de igen. Szóval nem csak ugye, a fiatalodás van, hanem inkább az, hogy teljesen másabb az állaga a külső bőrünknek ezzel a fantasztikus készítménnyel és ezzel a szérummal. Ez nem is egy krém, hanem egy bioszérumnak nevezték el a tudósok, mert olyan minőségű, ami nincs minden üzletpolcán. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, kedves József. Önöknek meg azt tudom mondani, hogy persze a karácsony az ünneplésé, de ekkor is legyünk egészségtudatosak. Hadd kívánjak én is a kedves nézőinknek boldog, békés és egészségben eltelő karácsonyi ünnepeket. Új utak az egészség megőrzésben. Ebben a blokkunkban mindig különlegességekről számolunk be, ami persze mindig egy kicsit az ősi tudáshoz is visszavezetődik, hát meglátjuk, hogy a mai témánk vajon honnan ered, vagy talán teljesen új dolog. Látják önök a címet, a Kozmo Lélektan. És aki ennek jeles művelője, az nem más, mint Izsó Nóra Szófia, kozmopszichológus, ami szintén egy új fogalom. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon örülök, és köszönöm a meghívást. És hát én csak azt tudom mondani, hogy kezdjük az elején, mi az, hogy Kozmo Lélektan? Hát el kell, hogy mondjam, én mondjuk gyakorló pszichológus vagyok. Ez a Kozmo Lélektan, ez egy általam fabrikált titulus, mert nincs még ilyen. Viszont
ahogy így belemélyedtem, és kezdtem kutatni, hogy mi a lélek valójában, mert hát sajnos mindez idáig még nem lett definiálva maga az, hogy lélek, micsoda, és ekkor eljutottam az ősi hermetikus tanokhoz, Hermes Trismegistos ősi írásaihoz, ugye csak töredékek maradtak fent a világ különböző részein, és hát angol fordítással kerültek Magyarországra, a Hornok Sándor fordításában, és annyira megragadott, hogy Hermes tulajdonképpen egy nagy lélektant ír le. De ez a lélektan, ez nem csak az emberen belüli, hanem az emberen túli lélektan, mégpedig az embert a kozmoszon belül vizsgálja. Tehát az ősi tanítások annak idején azt állították, hogy ez az egész univerzum tudattermészettel bír, és a mai kozmológia gyakorlatilag ide jutott, tehát már Ebbinghaus leírta annak idején, hogy ez az egész univerzum inkább hasonlít egy hatalmas gondolathoz, mint egy hatalmas géphez. És az interneten van fent egy ábra, Mark Miller ábrája, bizonyára sokan látták már, hogy micsoda hasonlóság van az agy neuron szerkezete és a galaxisok komputer szimulációs eloszlása között. Tehát ami megvan a kozmosz szintjén, az megvan az emberben, tehát ugye az ember ugye a mikrokozmosz, a makrokozmosz képmására alkottatott, ez gyakorlatilag igazolható, és nem én igazolom, hanem a mai tudomány. Olyan korban élünk, ami rettentően izgalmas, mert eddig a tudományok inkább szeparálódtak, és a saját territóriumukban működtek, és most egyszerűen közelednek egymáshoz. Tehát olyan interdisziplinális egybe fűződések vannak, hogy például a manapság a kvantumfizikusok, kozmológusok elkezdték kutatni a lelket. Pár évvel ezelőtt csináltunk egy kongresszust, a Lélek kongresszus, Pap Éva szervezte zseniálisan, és ott gyakorlatilag a különböző tudományterületek képviselői voltak jelen, és mindenki a lelket kutatja, hiszen a lélek az egy olyan valami, ami mindenkiben benne van, letagadhatatlan a létezése. Sajnos én a pszichológiai tankönyvben olvastam olyat annak idején egyetemista koromban, hogy lélek nincs. Én ezzel nem értek egyet, éppen hogy van, csak ez a lélek, ez nem csak bennünk keresendő, hanem a kozmoszban, amiben élünk. A hermetikus tanok úgy írják le a lelket, mint egy szupererőt. Ugye a hermetikus axióma szerint még a kozmosz mozgását is ez a szupererő teszi lehetővé, körülbelül így hangzik a hermetikus axióma, hogy a kozmosz mozgását pedig nem testen kívüli dolgok idézik elő, hanem azon belül lévők, mégpedig lélek vagy valami egyéb anyagtalan. Így van, mert mindegy, hogy léleknek hívjuk, igen, vagy valami másnak, de mégiscsak létezik. Létezik, igen. És ez az anyagtalan terminus a hermetikus tanokban, ez gyakorlatilag azzal hozható összefüggésbe, hogy ma már köztudott, hogy mi az egész elektromágneses spektrumnak az intergalaktikus gázokkal együtt csupán 4,6%. Az összes többi valami sötét anyag, vagy sötét energia, ugye elég nagy százalékban, és ezeket nem tudjuk a földi műszerekkel megmérni, mert egyszerűen nem lehet megmérni őket, csupán a létezésükre tudunk következtetni. És ugyanilyen a lélek. Senki sem tudta még konkrétan megmérni, és ugye a pszichológia tudománya ezért nem tud vele mit kezdeni. Tehát nem tudták még konkrétan megmérni, de mindenki tudja a létezését, tehát a létezésére tudunk következtetni. És ugyanilyen a lélek. Senki sem tudta még konkrétan megmérni, és ugye a pszichológia tudománya ezért nem tud vele mit kezdeni. Tehát nem tudták még konkrétan megmérni, de mindenki tudja a létezését, tehát a létezésére tudunk következtetni. Ugye a kettő között van egy lételméleti korlát, és én a könyveimben pontosan azt próbálom igazolni az ősi hermetikus tanítások és a mai tudomány eredményei alapján, hogy a lélek egy magasabb dimenziós összetevő, ami bennünk van. Akkor ez a könyved, ami azt magáról a kozmo lélektanról szól,
ezt fejti ki bővebben? Igen. Mindezeket a kérdéseket. Illetőleg leírom benne az ősi hermetikus személyiségtant, ugye, mert a hermetikus tanok azt állítják, hogy ugye a testi fizikai burkunkon belül olyan magasabb energiás összetevőink vannak, amelyek nem tudnak közvetlenül érintkezni a fizikai anyaggal, mert szétrobbantanák azt. És ezért ilyen hordozó közeg funkcióval helyeződnek el bennünk, tehát hogy a testi, fizikai testünkön belül van az életerő hordozza a lelket, a lélek a szellemet, és a szellem a Jóistent, aki bennünk van, ugye a legbelsőbb magunk. De maga a lélek is kettős tartományú, tehát a hermetikus tanok állítják, hogy minden embernek két lelke van és két szelleme. És a testünkhöz közelebb lévő lélek rész, ez az úgynevezett érzelmi lélek, ami az érzelmi életünket, empátiánkat vezérli, és ebbe foglaltatik bele az úgynevezett értelmi lélek, ami gyakorlatilag az intuíciónkat vezérli, és a hermetikus tanok külön kiemelik, hogy a földi emberek kitüntetettek az univerzumban, mert bennük a lélek az értelemmel kéz a kézben működik. És ugye a lelki összetevőink tartalmazzák a szellemi összetevőinket, az érzékeny szellem, ez ugye az érzékszervi észlelésünket is jelenti, egyrészt ugye Rudolf Steiner is azt írta le, hogy az érzékelés a szellemi szubstancia, de ugye a hermetikus tanok nem csak öt érzékszervről írnak, hanem sokkal többről, és amire mi egyszerű emberek csak azt mondjuk, hogy a hetedik érzék, de nyilván ezt nem van lehet azért, így leegyszerűsíteni. Azért akár 12 érzéket is. Uh-huh. Én tartok egy ilyen kozmotréning nevű, tehát a elméleti könyveim gyakorlati képzését, és hát ott gyakorlatilag 12 érzékelésről is beszélünk, mert ezek mind bennünk vannak. És ugye külön kiemelik a hermetikus tanok a gondolati érzékelést, uh-huh. ami gyakorlatilag ez a belső érzés, ami mindenkiben benne van. És ugye még a legutolsó szellemi összetevünk, az úgynevezett intellektuális szellem, ez a fizikai terminusszal a legmagasabb frekvenciájú összetevünk, ami tulajdonképpen a döntéseinket, az intellektuális funkcióinkat, a kreativitásunkat, tehetségünket vezérli, illetőleg a hermetikus tanok külön kiemelik, hogy ez az a szellem rész, ami az embert a sorsa fölé tudja emelni. És ez azért nagyon fontos, ugye beszélünk itt karmáról, hogy az emberek leszületnek, hogy a feladataikat teljesítsék, de amiben most élünk, és ez a kor azért nagyon izgalmas, mert hogy egyszerűen gyorsítva éljük meg a dolgokat, ezt ugye mindenki tapasztalja a hétköznapokban is, de hogy olyan mennyiségű információs hatások érnek bennünket, amiket meg kell lovagolnunk, és ez éppen azt teszi lehetővé, hogy a tudatunkat meg tudjuk emelni. Húha! Igen. Nem is olyan könnyű ezt követni? Épp azt akartam kérdezni, hogy a könyv is mennyire nehéz olvasmány, nehéz. Bár látom, hogy rengeteg ábra meg grafikon van hozzá. Igen. Nehéz olvasmány, én tényleg azt mondom, hogy emberpróbáló, hiszen a tudomány mai eredményeit próbálom integrálni az ősi tanításokkal, és gyakorlatilag arra kellett rájönnöm, hogy ez az egész hermetikus tanítás a mai posztmodern tudomány eredményei által igazolható. Tehát amit a korábbi évszázadokban misztikusnak tartottak és tituláltak, az a mai tudomány tükrében gyakorlatilag teljesen igazolható. És csak egy példát említenék ezzel kapcsolatban, hogy tudatemelkedés. Ugye mindenki erről beszél manapság, viszont ez teljesen benne van a kozmikus energetikában. Talán sokan hallottak arról a kedves nézők, hogy létezik egy úgynevezett Schumann hullám. Ez egy Otto Schumann nevű kozmológus találta fel Münchenben az 50-es években, és
arra jött rá, hogy a földfelszín és az ionoszféra között van egy ilyen üreg rezonátor, és ott állandóan van egy rezonancia. És ugye arra jöttek rá akkor a tudósok, hogy ez 7,8 Hz-en rezeg, ami az emberi agynak az alfa tartománya, tehát tulajdonképpen ilyen relaxált állapot, alvás előtti állapotnak felelt meg. És arra is rájöttek a tudósok, hogy annyira fontos ez a Schumann hullám, hogy amikor az első űrhajósokat felküldték az űrbe, akkor azt észlelték, hogy egyre diszfunkcionálisabban kezdenek működni, nem tudnak gondolkodni, inkoherens lett a tudat működésük, a végén már hallucináltak, alig tudták visszanavigálni őket a Földre. És kiderült, hogy ennek az az oka, hogy kikerültek a Schumann hullám frekvencia tartományából, és szétesett a tudatuk. És gyakorlatilag az derült ki, hogy nagyon ez egy koherens hullámot biztosít, amire minden ember, de nem csak ember, ugye az emlősöktől felfelé mindenki rá van hangulódva, minden létező, és tulajdonképpen ez a Schumann hullám vezérli sok ezer biokémiai folyamatot, meg a tudat működéshez is nagyon fontos. És ezt azért emelném ki, mert ez a Schumann hullám évezredekig 7,8 Hz-en rezonált, és az utóbbi évtizedekben, mondjuk a 90-es évektől meg háromszorozódott. Tehát most 20,3, ugye, amit mértek legutóbb, és lehet, hogy már azóta emelkedett is, és ez a 20,3, ez egyrészről az éber koncentrált figyelem frekvencia tartományához közelít, nem a relaxálthoz. Nagyon fontos a relaxáció, a meditáció, tehát nem az ellen beszélek, de manapság inkább a koncentrált figyelemmel tudunk ráhangolódni a földanya rezgésére, illetőleg ez a 20,3 éppen az a frekvencia tartomány, ami a stressz és a szorongás frekvencia tartománya. Tehát van egy sáv, ami éppen, hogy szorongást kelt. Csak hogy ettől nem szabad megijedni. Ugye manapság nagyon sokan feszültek, én ugye gyakorló pszichológus vagyok, tehát nagyon sok ilyen esettel találkozom. És ugye lényeges, hogy el tudjuk különíteni, hogy mi a tényleg patológiás szorongás, és mi az az állapot, amikor valaki frusztráltabb, nyugtalanabb, nem találja a helyét, mert elképzelhető, hogy az éppen a Schumann hullámnak ezzel a frekvencia tartományával van összefüggésben, és hogyha leköti a figyelmét, akkor hamarabb kikerül belőle. Nagyon javaslom, hogy kezdjen el mindenki alkotni, írni, de fabrikálni. De ez tőlünk függ, ez a hullám, vagy pedig nem, belekerül? Nem, ez tőlünk független, ez minden embert érint, senki nem tud kibújni alól. De akkor hogy segít rajta az, hogy aktívabb leszek, és terveim, vagy céljaim vannak? Hát azért, mert akkor együtt rezonálok vele, és átjutok rajta hamarabb. Értem. Tehát most éppen azt mondom, hogy ez a flow állapot, ami leginkább átviszi az embert ezeken a szorongásokon, és ugye ez a 35 Hz feletti tartomány pedig már a csúcsélményeknek a tartománya, tehát hogy oda fogunk eljutni, ami pedig a teljes beteljesedés érzéssel fog járni. Tehát ez olyan most, mint egy ilyen tudati próba, és bizony ez globálisan van generálva, tehát nem tud egyetlen ember sem kikerülni alóla, akármilyen mély barlangba elbújik, akkor is ezt a földanya rezonálja, és most tényleg ez a lehetőségünk, hogy alkossunk és tevékenységeket folytassunk, amik örömmel, boldogsággal töltenek el bennünket. Kedves nézőink, az is boldogság, hogy ma már van egy televízió, hozzájuthatunk ilyen gondolatokhoz, érdekes személyiségekhez. Régen a tudomány a tudósoké volt. Ma nagyon sok mindent érhetünk el, nem csak az ilyen műsorokat, az ilyen könyveket, hanem hát ahogy mondtad, veled is lehet személyesen találkozni, szervezel tanfolyamokat. Igen, talán, tréninget, kozmotréninget. Tehát ugye, mint mondtad, elég nehéz emberpróbáló az én könyvem olvasása, ez valóban így van. És éppen, de könnyebb, hogyha... Igen, éppen ezért egy ilyen úgynevezett kozmikus személyiségépítő tréninget tartok, ahol minden ilyen elméleti hermetikus tézishez
úgynevezett kozmogyakorlatokat tanítok, amivel azt segítem elő, hogy mindenki jobban rátaláljon a mai kor energetikájának a meglovagolására és integrálására. Kedves nézőink, Izsó Nóra Szófiával beszélgettem, és itt még számos könyv van előttünk, amit mind-mind be kéne mutatni, de ilyenkor nagyon gyorsan repül az idő. Remélem, hogy nem utoljára találkozunk. Hát én is, és nagyon és köszönöm. És örülök, hogy itt én volt. Én is nagyon köszönöm szépen. Életművek sorozatunkban egy általam nagyon szeretett művésznőt szeretnék bemutatni, bár törzsnézőink sokszor találkozhattak már vele itt a Te a Glóriával című műsorunkban. És amiért most ünnepelünk ebben az évben, hogy 45 éve van a pályán, az opera színpadán, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Eötvös Csilla művésznőt, Bartók Pásztori díjas, Osváth Júlia díjas, életmű díjas, és természetesen igen magasrangú állami kitüntetést is tudhat magáénak. 2011-ben kapta a Magyar Köztársaság Lovak keresztje kitüntetést. Kedves Csilla, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Boldog vagyok, köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is. Emlékszel arra, hogy mikor legelőször színpadra léptél? Hogy az mikor volt, mivel volt, és mit gondoltál akkor? Nagyon ideges voltam, akkor még zeneakadémiai növendék voltam, és a Varázsfuvolából a három kisfiút énekeltük. Nagyon kedves csapat volt. Budai Lívia, Pászti Júlia és én. Így voltunk hárman lányok, kisfiúk.
akkor ez csak egy olyan szórakozásnak tűnt, vagy tudtad, hogy a színpad lesz az életed? Én mindig is az opera színpadra vágytam. Édesapámnak azt mondtam egész pici koromban, hogy én opera énekes leszek. Én koloratúr leszek. Ezt én így elmondtam neki, mert láttam a könyvben, hogy milyen hangfajok vannak. Akkor még nem tudtam, hogy tényleg az leszek, de láttam, hogy milyen hangfajok vannak, és én mondtam, hogy én mindenképpen operaénekes szeretnék lenni. És Csaba bátyám meg mindig előttem ment, mint operaénekes baritonista, úgyhogy nekem megcsinálta az utat. Meséltek olyanokat a szüleid, hogy rádió mellett ültél, hogy hallgathassál valamit, vagy hogy kezdődött a kapcsolatod a zenével? Édesapám oltotta belénk, mert ő szeretett volna operaénekes lenni, gyönyörű tenorhangja volt, járt is színi iskolába, tanult is, de aztán más irányba vette az élete, viszont belénk oltott a pici gyerekkorunk ott, hogy az opera, és ültünk a rádió mellé, és hallgattuk. Sőt, csináltatott nekünk, akkor még az nagyon nagy dolog volt, egy hordozható lemezjátszót. Úgyhogy mi a hordozható lemezjátszót bedugtuk a rádióba, és amikor csak lehetett operát hallgattunk. El kell, hogy mondjam, hogy Eötvös Csilla nem csak az opera színpadán, és nem csak az opera műfajában tevékenykedett az elmúlt 45 évben. Talán nincs is olyan műfaj, amit ne szeretne, ne művelne. Úgyhogy egy kicsit kezdjük el. Először volt azért az opera. Nagyon nagy szerepekkel. És te voltál az ügyeletes huncut. Ha operetről beszélnénk, akkor a szubrett, de hát operában azért ez más. A operában is mondják, hogy szubrett koloratúr. Tehát én voltam a szubrett koloratúr, abba belefért a Don Pasquale Norina, a Sevillai Bobbé Rosina, de ugyanakkor benne volt egy nagyon gyönyörű szerep, amit imádtam, az Erkel Hunyadi Lászlójából Gara Mária. Imádtam énekelni, az egy igazi, csodás, nem szubrett szerep volt, de nagyon mély érzéssel lehetett énekelni, és ráadásul olyan kedves emlékem van, hogy Simándi Józseffel nyitottuk meg az egyik előadást, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és én nagyon tiszteltem a művész urat ebből a szempontból, hogy legalább egy ilyen emléke maradt tőle, meg is örökítettük, de még ilyen kis, nagyon kis, egyszerű kis magnószallaggal, úgyhogy azt eltettük az örökké valóságnak. És maradt ő mindig egy ilyen kis igazi huncutnak, egy
még most is, ha színpadra lépsz, én például eltettem egy édes képet tőle, hát az olyan nagyon csillás. De jöttek nagyon szép komoly szerepek, Puccini szerepek, mind a Turandotban, mind, hát mondjak más. Így van, fogunk mutatni egy képet a Müzetből, de ez még egy pici meglepetés. És hát akár úgy is, mint a Pillangó kisasszony, ami meg aztán egy olyan mély lírai szám. Úgy érzed, hogy váltottál, vagy csak szélesedett a repertoár is? Én szerettem énekelni olyanokat, amik nem egészen a szubrett szerepkörben vannak. Nem olyan sok alkalmam nyílott rá, de amikor alkalmam nyílott, akkor bizony énekeltem. Csináltam én még Toszka áriát is, pedig hát mondjuk a Toszka egy kicsikét messzebb állt tőlem, de úgy éreztem, hogy én érzelmileg azt az egy áriát, azt úgy elő tudom adni. Nagyon nagy élmény volt, mert ezt Németországban énekeltem, és bizony, mikor megjelentem a színpadon, és bekonferáltak, és nagyon megtapsoltak. És ez nekem egy olyan örök emlékem maradt, hogy még csak megjelentem, és már nagyon, még nem énekeltem, és már nagyon megtapsoltak. Hát ez élteti a művészeket, a színészeket, az énekeseket, hogy a közönség mennyire szereti őket. Csilláról azt is el kell mondani, hogy remek színésznő, ami nem minden opera énekesnek az erénye. Tanultál színpadi jelenlétet? Mi az akadémián foglalkoztak velünk, igen, olyan nagyon sokat nem, hanem inkább én egy olyan ösztönember voltam, és úgy megfigyeltem, meg megláttam, meg mindig érzelemből. Én nem soha nem manírból dolgoztam, én mindig átéreztem, amit énekeltem, és az úgy akkor adta magát is. Azt hiszem, hogy te az vagy, aki átéli a szerepet, nem elénekli, nem. Vagy, igen. Hanem átéli, beleélem magamat. Igen, és ez nagyon fontos, ettől lesz szuggesztív egy-egy ária. Sok tévéjáték készült veled. Egy pár szóban erről, hogy az nehezebb volt, mint színpadon játszani? Attól függ, volt olyan, ugye a legnagyobb szereplésem a televízióban, a Szeviai Borbé opera film, amit Cinetár Miklós rendezett, az azért volt nagyon különleges és nagyon nehéz, mert egyszerre énekeltünk és játszottunk. Tehát ez nem egy előre felvett hangfelvétel volt, hanem én felszaladtam a lépcsőn, és elénekeltem a nehéz áriámat. De hát volt olyan, ugye, hogy felszaladtam a lépcsőn, és sajnos az egyik reflektor kiment, akkor a Csilla még egyszer felszaladt, és harmadik után énekeltem el az áriát. Szóval ebből a szempontból nehéz volt. Voltak olyan operettek, amiket énekeltem még meg operák, amik tulajdonképpen hangfelvételre készültek. De ez egy speciális dolog volt. Én azt hiszem, azóta sem csináltak ilyen igazán élő operafilmet. Na, akkor még nagyon kevés az időnk, és annyi mindent szeretnék elmondani Csilláról. Természetesen nem esett le a gyűrű a kisujjáról, amikor operettet kellett énekelni, sőt, lubickolt benne. Nem megalázó egy opera énekesnek operettet de, énekelni? De, gyönyörű. És az operett olyan, hogy mint az operát. Úgy kell énekelni, mint az operát. Sőt, én tovább megyek. Én a magyar nótában is a gyönyörűséget látom. Az énekelhető gyönyörűséget. Úgyhogy én rengeteg magyar nótát is énekelek. Nem csak operettet, magyar nótát is. Csókra, azt hiszem, hogy ebből ugye az évek során önök is láthattak sokat, és ígérem, hogy még ebben az évben szinte minden műfajból műsorra tűzünk. Én ezzel tudom ünnepelni Ötvös Csilla művésznőt, és akkor most térjünk rá arra a nagy eseményre, ami szeptember elején volt a Dunapalotában egy csodálatos életmű gála műsor. Én azt hiszem, hogy ennek a megszervezése sem volt könnyű. Talán nem árulok el titkot, hogy én voltam a műsorvezető, és ott is ez volt a legnagyobb gond, hogy a sok csodából mennyit tudunk elmondani.
A gála műsoron vendégeid voltak, és meglepetésszerűen, ha hiszik, hanem fiatalok. Miért? Hát az összes növendékem ott volt, aki nagyon szépen énekel. Volt koloratúrszoprán, basszista, volt tenorista, és volt szubrett, táncos komikus. Úgyhogy tulajdonképpen egy olyan műsort tudtunk összerakni, az első részben áriákat énekeltünk, és volt benne egy-két duett, és a második részben pedig operetteket, és abban is volt egy-két duett. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a növendékeimre, és ha lehet, akkor sorolnék egy-két nevet. Volt Sélei Brigitta, volt Farkas Mónika, volt Sütöri Ágnes, a fiúk közül volt egy gyönyörű tenoristánk Farkas Tamás, volt egy nagyon mély basszus hangú Hegedűs Iván, ő volt a basszus. Fantasztikus volt. És még volt egy aranyos Bóka Kristóf, ő volt a táncos komikus. És azt is hadd meséljem el, hogy nagyon boldogok voltunk, mert Blaskovics László tulajdonképpen, aki az én legelső növendékem, ő szervezte meg nekem ezt a valamit. Tehát ez is egy kis meglepetés bizony, ajándék. Bizony, persze a férjemmel karöltve szervezték meg a dolgot, és ő is énekelt, mint kontratenor. Tehát olyan szép csapatom volt, hogy minden hangfajba tulajdonképpen énekeltek velünk, velem. És ezzel azt is elárultuk, hogy Csilla nem ír így a tudására, hanem évek óta igyekszik átadni mind az éneklés terén, mind a színpadi jelenlét terén. A Weiner Leó konzervatórium tanára, de magán órákat is adsz, aki arra méltó. Igen, és minden műfajban ott is. Tehát vannak nótaénekes növendékeim is. És bizony az idő azzal is telik, hogy számos fellépésük van, ilyenkor karácsony előtt is mindig rendszeresen fellépnek templomba, különleges helyeken, de egész évben te adsz egy lehetőséget nekik, hogy gyakoroljanak. Nagyon boldogok, mert ugye nem mindegy, hogy a zongora mellett mutatja meg, hogy mit tudsz, vagy kiáll, és a nagy publikum, például amikor nyár elején kimegyünk az Óbudai főtérre, és ott bizony sok száz ember, mondjuk sok ezer ember van, és ott is ugyanúgy szépen kell nekik produkálni, és hál' Istennek mindig produkálnak is. És akkor most kérem, hogy nagyon figyeljenek, számomra is egy nagyon fontos pillanat jön, és ahogy a címünkben látják, megalapították az Ötvös Csilla díjat. Én azt hiszem, hogy minden művész életében ez egy olyan fordulópont, amitől már ő jelenti az etalon. És én meg, tessék, átadom, mert hát mégiscsak ezt úgy illik, ha önök látják, egy gyönyörű bordó. Van nekem egy drága férjem, Szabados Antal, aki tudja, hogy én nagyon szeretek adni. Nem csak a hangommal, hanem úgy amúgy is szeretek adni, és ő találta ezt ki, hogy legyen egy emlékplakett az én arcmásommal, és ezt adjam annak, akit én nagyon becsülök, és aki olyat produkált már a pályán, hogy bizony-bizony megérdemli. Ezért csináltatott Krasznai Jánossal, egy kedves kollégával, aki az operában volt főügyelő, egy gyönyörű plakettet, aki különben szobrászművész. Ez egy Ötvös Csilla portré, mégpedig a Puccini Bohém Élet Müzetnek a kalapos képe. Ezt csinálta meg nekünk Karasznai János gyönyörűen, ezt raktuk ide ki. Nem véletlenül, hiszen ezen a bizonyos gála koncerten került átadásra először az Ötvös Csilla díj. És én nem is tudom, hogy lehet ezt igazán nagyon szerényen elmondani, hogy az egyiket. Majd én elmondom, jó? Jó. Tehát Blaskovics László kontratenorom volt, aki 23 évvel ezelőtt került hozzám, és őt úgy éreztem, hogy egy fantasztikus karriert csinált már, ő barokkot énekel, és Blaskovics László lett az első díjazottunk. Még hozzá kell tenni, hogy ő nem csak énekel, hanem gyönyörű barokk ruhákat tervez és megvalósít. Most is külföldön vannak feleségével, mert úgy csinálnak, hogy egy kis együttest csinálnak, és bizony énekel, szervez és var is hozzá. Tehát ő lett Blaskovics László kontratenor, kapta Ötvös Csillának az első díját. De én azt mondtam, hogy nem kötöm csoportokhoz, nem csak az én növendékeim számítanak, hanem azok is, akik az én pályámon rengeteget tettek, értem, és a növendékekért. És akkor jutott eszembe, hogy ki más lehet, mint kedves Glória, aki bizony 25 éve
minden alkalommal, amikor lehetett, felléptetett minket, tehát a második díjazott Geszti Glória színművésznő. Hát én mikor ezt megtudtam, ugye nem tudtam előre, és mentem ki konferálni. És azt mondja a Csilla, te, most én megyek be, akarok valamit mondani a közönség. Hát mondom, természetes, hát az övé a koncert, és amikor behívta Laskovics urat, akkor örültem. Mondom, ez igen, akkor most már tudom, hogy mi van. És amikor meghallottam az én nevemet, én azt hittem, hogy nem érek soha oda a színpad elejére. Ez az igazság. És akkor egyszer csak ott voltam, és rád néztem, és mosolyogtál, és az az igazság, hogy Antal is ott volt a színpadon, igen. És akkor őtőle is kaptam egy ilyen bátorítót, hogy na, hát most vagy jó helyen. Úgyhogy akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, és igyekszem még tovább meghálálni mindazt, amit tudok tenni a színházért, az opera éneklésért, és főleg a tanításért, hiszen ez egy nagyon nagy dolog, azt én meg fogom tenni, nagyon ígérem. Nagyon köszönjük, előre is köszönjük. És ha már itt tartunk, akkor egy mondatban még a férjedről egy pár szót, hiszen most többször is előkerült a meglepetés varázsa is, a segítés is, és hát azért egy művésznő mellett nem lehet könnyű az élet. Nem könnyű, de én azt hiszem, hogy ő nem választott volna mást akkor se, hogyha tudja, hogy ezek bizony feláldozatos dolgokkal járnak. Mi 49 éve vagyunk együtt, úgyhogy nem sokára meg lesz ott is az 50 év. És el kell mondjam, hogy ha valaki, akkor tényleg ő olyan önzetlenül állt mellettem az ő egész családjával. Édesanyjával, édesapjával. Ők voltak a háttér, és bizony, nekem nagyon sok kontrollt jelentettek abban, hogy ők mit látnak, és akkor én azt elmondták, és én azt megfogadtam. Tehát nem csak emberi, hanem szakmai kontrollom is volt a férjem és a családja. Ja, Istenem, most már azért egy kicsit megnyugodtam. Ez volt ez a nagy bejelentés, és én azt kívánom egyrészt Ötvös Csillának, hogy még számos szép szerepet kapjon, énekeljen el. Én tudom, hogy fölfigyelnek rád, hiszen te olyasmiket tudsz már, amit muszáj, hogy mindenki lásson. És kívánom azt, hogy a növendékek értékeljék a tanárnőjüket, de én úgy láttam ezen a gála műsoron, hogy imádnak. És kívánom... És kívánom, hogy nagyon-nagyon sok helyen lépjetek fel, közösen, belőlük is váljon. Tényleg kiváló művész. És én szeretettel várlak téged, úgyis, mint művésznő, de mivel most hallottuk, hogy 50 éves házassági évforduló előtt állunk, van nekem egy másik sorozatom, a blokkom, hogy mik vannak, hát ott szeretettel várnálak Antallal együtt, hogy lehet kibírni egymást 50 évig. Megpróbálom rávenni Antit, hogy eljöjjön. És köszönjük a meghívást. Szeretettel gratulálok. Köszönöm a 45 szépen. Évhez. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, és egy nagyon egészséges új évet kívánok. Nagy szeretettel! Anyanyelvünk szépségei. Műsorunknak feladata, hogy észrevetessük önökkel, hogy milyen gyönyörű is a magyar nyelv, és beszéljünk helyesen, hogy önöknek példát tudjunk mutatni. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ismét stúdiónkba köszönthetem Kerekes Barnabás tanár urat. Örülök, hogy ismét el tudott jönni, hiszen a mai témánk nagy dolog. Pécsi Blankára fogunk emlékezni, viszont meglepődhetnek, hogy megint egy új titulus. A Szóról szóval rádió műsor szerkesztője, és akkor kezdjük is talán ezzel, hogy kapcsolódik Pécsi Blanka és ez a rádióműsor. Nagyon messziről kell indulnunk. Pécsi Blanka 1960. április 6-án hozta létre Kazinczy Alapítványát. Szándéka szerint a színművészeket, rádióbemondókat, televízióbemondókat szerette volna arra ösztönözni, hogy példamutatóan beszéljenek. Aztán
Egy következő lépésben a pedagógusokat is bevonta azoknak a körébe, akiket szeretett volna megnyerni az ügynek, gondolván arra, hogy egy tanár sok ezer növendékével találkozik a hosszú pályafutása során, és korán sem mindegy, hogy egy magyar tanár hogyan hat a tanítványaira. Blanka néniről tudni kell, hogy végtelenül nyughatatlan ember volt. 66 éves volt, amikor a Kazinczy Alapítványt létrehozta, más ilyenkor már nyugalomba vonul. Ő kevéssel utána kezdett el a nyelvészekkel vitatkozni azon, hogy érdemes volna egy konferenciát összehívni, ahol a helyes kiejtés kérdéseiről beszélhetnénk, és ott döntötték el, hogy legyen egy olyan versenyforma, amely az értő-értető olvasással foglalkozik. Ezt talán a kedves hallgatóink, nézőink is tudják, Kazinczy versenyként szoktuk azóta is emlegetni. A következő naptári évben lesz az 55. országos döntője ennek a versenynek. Duplán fogunk akkor jövőre. Igen. Pécsi Blanka a maga nyughatatlanságával hozzáfogott egy könyvet megírni, és ez volt a Beszélni nehéz című könyv. Sokan félreértették, és félreértik máig is. A szándékát jól tudjuk és jól ismerjük, volt szerencsém személyesen is találkozni még művésznővel, aki elmondta, hogy előadó művészként, színművészként milyen hihetetlenül nehéz valakinek a gondolatait pontosan tolmácsolni. Egy írónak, költőnek a gondolatait úgy átadni a közönségnek, hogy az hív legyen, pontosan azt közölje, amit az illető szeretne. És addig járt a rádió vezetőinek nyakára, míg 1976. március 4-én egy önálló rádióműsort el nem tudott indítani a Beszélni nehéz című könyve nyomán, és ez is volt a műsornak a címe. Megnyerte magának Deme László professzor urat, aki a kor egyik neves nyelvésze volt már akkor is, és 1976. márciustól 1988. júliusáig, Blanka néni haláláig együtt szerkesztették, vezették a műsort. Akkor Blanka néni helyére lépett Deme professzor úr, mint mozgalomszervező és a mozgalmat összefogó, és mellé Miskolci Margit tanárnőt, egy nagyszerű, alázatos asszonyt vett maga mellé, és az ő eltávozta után 1995-ben lehettem társszerkesztője Deme professzor úrnak. Mivel a műsor 2007-ben a Magyar Rádióban megszűnt, keresnünk kellett egy másik fórumot, egy másik forrást, és 2007 óta a Magyar Katolikus Rádióban kell, hogy szerepeljünk, a Királyi Rádió helyett, de a rádió akkori vezetőivel folytatott beszélgetések és viták után kiderült, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy a Beszélni nehéz cím megmaradjon a Magyar Rádiónak. Ennél fogva a műsor címét meg kellett változtatnunk. De hát ha ők lemondtak egy műsorról, akkor szinte érthetetlen. Az. Akkor is ennek tartottuk. De egy másik címet kellett választanunk, mert ha elkezdünk pereskedni, elkezdünk vitatkozni, hiszen Pécsi Blanka a könyvének a címét ajándékozta ennek a rádióműsornak és magának a Magyar Rádiónak. Nos, hónapokig, évekig is eltarthatott volna ez a vita. Professzor úr a maga bölcsességével azt mondta, változtassuk meg a műsor címét, és így 2007. szeptemberétől, körülbelül 3 hónapnyi pihenés vagy szünet után, immár szóról, szóval, címmel folytattuk. Mérhetetlenül érdekes és izgalmas dolog, hogy körülbelül 100-120 levelet kaptunk minden adáshoz a közönségtől. Rendszeres megfejtőktől. És ők nem kívánságműsorszerűen egy sorban írtak valamiről, és mondták el, hogy mit szeretnének, hanem megfejtendő példamondatokat kaptak. Vagyis egy-egy mondat, amely hibásan hangzott el a Magyar Rádióban, az mint egy feladványként szerepelt. A hallgatók ezt meghallgatták, és megírták a véleményüket róla, hogy vajon ez miért nem volt helyes. Hogy kedves nézőink is értsék, mondok egy élő példát. Uh-huh. Szerencsén a vasútállomáson várakoztam, és a következő mondatot hallottam. Tokaj Express vonat érkezik a 3. vágány mellett. Kérjük, vigyázzanak. Aki figyeli ezt a mondatot, azt hallja, hogy a vonat a 3. vágány mellett fog érkezni. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy kisiklik. Vagy mondok egy másik példát, történelem órán, bemutató órán, tanárnő a következőt mondja a gyerekeknek, ötödikeseknek, Mars és Rea Szilvia gyerekei alapították a várost. Nos, melyiket?
és érdeklődve kérdezem magunktól, hogyha a következő órán a kisiskolás gyerek, az ötödikes tanárnőnek arra a kérdésére, hogy kik alapították Rómát, vajon mit fog válaszolni, a gyerek vélhetőleg azt fogja mondani, amit hallott, vagyis hogy Mars Isten alapította volna a várost, és Rea Szilvia gyerekei, vagyis Romulus és Rémus. A történelmi valóság pedig az, vagy legalábbis ami a mondákban szerepel, hogy Mars és Rea Szilvia közös gyerekei alapították a várost. Tehát Blanka néni és professzor úr azt várta a hallgatóságtól, hogy efféle pontatlanságokat, hibákat vegyenek észre a hallgatók, egyben a maguk beszédéből igyekezzenek ezeket kiírtani, és pontosan azt mondják, amit szándékoznak közölni a másikkal. De sok dolga lenne a Pécsi Blanka művésznőnek. Annál jóval több, attól félek. Igaza van szerkesztő asszonynak. Hiszen mi is sokszor sziszegünk, hogy jaj, mit is akart ezzel mondani? Egyrészt, mert túl sok az amatőr megszólaló nyilatkozó, aki örül, hogy egyáltalán mondat jön ki a száján, másrészt sok a felkészületlen műsorvezető. Pécsi Blankáról azért is érdemes szerintem beszélnünk, mert művének bevezetőjében az általános beszédkultúra képét vázolta föl. Azt szerette volna, hogy a Magyar Rádió segítségével sok tízezer, százezer hallgatóhoz jussunk el, és ébresszük fel az emberekben az igényességet a magyar nyelv iránt és a helyes kiejtés iránt. Rendkívül érdekes, hogy nyelvhelyességi kérdésekkel a nyelvészeknek tekintélyes része foglalkozott és foglalkozik, de a helyes kiejtés dolgával nagyon-nagyon kevesen. Mondhatnánk azt is, hogy szinte senki. És azért érdekes ez, mert az emberek egymás közötti beszélgetésében, ha van valami, ami igazán fontos, az ez volna, hogy közölnék a másik emberrel valamit, és azt lehetőleg pontosan azt mondjam, amit mondani szeretnék. Ő pedig pontosan azt értse, amit neki szántam. Ebből származnak a félreértések, a rossz hangsúlyból, a pontatlan tagolásból és más effélékből. Blanka néni gondolata nagyszerű volt tehát, hogy ezt tovább éltesse. Deme professzor úr nagyon sokszor elmondta, Pécsi Blanka tulajdonképpen nem is tudta, hogy hová fogunk eljutni. Ő egy a kor valamilyen izgalmas kérdését veti fel, de hogy mi lesz ebből, azt az induláskor nem tudhatta. 1976-ban már mozgalom szerveződött köré. És ami számomra is megható volt, hogy 2007-ben, amikor a Magyar Rádióból átkerültünk a Magyar Katolikus Rádióba, minden levelezünk, állandó levelezünk velünk tartott. Senki nem kopott le. Vagyis nem azért hallgatta a műsort, és nem azért kapcsolódott hozzá, mert a Magyar Rádióban rendszeresen elhangzott valakinek a neve, hogy jó megfejtést küldött, vagy jutalmat kapott, vagy mert idéztünk a leveléből, hanem azért, mert az ügyet fontosnak tartotta. Segítsünk abban a mi nézőinknek is, hogy mikor hallgathatják meg a műsort. Jó időben, szombaton és vasárnap. Szombaton kora délután és vasárnap éjszaka. Egy kicsit pontosabban. Szóról szóval, ezt kell csak beütni a Magyar Katolikus Rádió honlapját, ha valaki fölkeresi. És ami a mai kor világának előnye és bizonyos fokig hátránya, hogy az internet segítségével nyilván bármikor visszahallgathatja valaki, hogyha a műsor címét beüti a megfelelő helyre. Sokszor szoktunk beszélgetni arról, hogy amíg nem volt internet, és a Magyar Rádióban is volt egy adásidő, és volt egy ismétlésidő, akkor egymásra gondolván tudtuk, hogy az országban, sőt a Kárpát-merencében, tenger sok helyen valaki éppen a mutatóujját készül rátenni a felvétel gombra, és amikor a szignál elhangzott, akkor mindenki ugyanabban a tized másodpercben nyomta meg a gombot, és gondoltunk egymásra azok, akik személyesen is ismertük egymást. Most én is gondolok azokra a nézőkre, mert nagyon sokan vannak, akik nem interneteznek. Az órát is áruljuk el nekik, hogy mikor van. Gyakran változik, 13 óra szombaton most az az időpont, amikor éppen legutóbb tették, és vasárnap este 10 órától lehetne ezt meghallgatni. Az is nagyon jó idő. Nagyon jó idő. Tehát akkor még egyszer Katolikus Rádió szombaton 13 óra, és vasárnap este 10 óra.
De ez időnként változik, tehát ha esetleg más időpontot találnak, ne lepődjenek meg. Magyarul az a fő címe általában ennek az összeállításnak, és azon belül a szóról szóval. Akik ügyetlenek az internet kezelésében, mint magam is, azok is megtalálhatják. És akkor egy kicsit a formájáról, hiszen ez tulajdonképpen játékos. Igen. Nem egy tudományos, illetve az adja az alapot. Ez már a Blanka néni idejében is így volt? Igen. A Magyar Rádió önkritikai műsora. Így nevezték önmagukat. A Magyar Rádió archívumából, tehát a rádióban elhangzott példamondatokból válogatott Teme professzor úr és Blanka néni. Humoros, jópofa, de igaz, hogy amikor Pécsi Blanka megjelent a rádióban, nagyon sokszor a folyosón megállította a Magyar Rádió egy-egy munkatársa, és mondta, most megyek a stúdióba, hogy példamondatokat gyártsak neked. Mert hogy a rádió természetesnek tartotta, hogy saját műsoraiból választják ezeket a pontatlan mondatokat, és soha nem az volt az érdekes, hogy ki mondta. Mindig a hiba, vagy a hiba típus volt igazán fontos, hogy fölhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy ezt lehetőleg ne kövessék el máskor. A hétköznapi beszédükben is legyenek igényesek, és amikor ketten beszélgetnek, akkor is törekedjenek arra, hogy ez a megszólalás igényes és pontos legyen. És akkor térjünk vissza Blanka nénire, hiszen mégiscsak az ő születésének 125. évfordulóját ünnepeljük, és vele zárjuk ezt a műsort. Igen, 94 éves volt, amikor testben eltávozott ebből a világból. Meggyőződésem, hogy lélekben most is velünk van, és örül annak, hogy amit elkezdett 1976-ban, annak van folytatása. Ez volt az ő végrendeletszerű üzenete, melyet az egész mozgalomnak üzent annak idején, folytassátok, ha én már nem leszek. Kiállítások Innyenceknek. De az az igazság, hogy ez a mostani műsorunk már beillik a karácsonyi ajándékkosárba is, hiszen karácsonyi ásványbőrzéről fogunk beszélgetni, Lelkes András geológussal, az ásványbőrze szervezőjével, és ahogy ezt már megszokhatták tőlünk, mindig vannak érdekességek, szépségek itt az asztalunkon, és természetesen a legfontosabb, hogy ezen a karácsonyi lurdi ásványbőrzén vajon mi mindennel is várják önöket. Azt külön kiemelném, hogy az utóbbi időben, aminek nagyon örülök, hogy megint egyre több természetes, teljesen natúrásvány is van az ásványbőrzéken. Uh-huh. Most ide bemutatóba inkább több csiszolt dolgot hoztam, már csak azért is, mert ezek tehát így ajándékozásra, meg díszítésnek kedveltebbek, és ezekből hoztam egy pár darabot bemutatni, de mint ahogy általában az egész világon, mindenhol, Magyarországon is az ásványbőrzéken azért az utóbbi időben az ásványokból készült ékszerek, dísztárgyak, de főleg az ékszerek, meg drága kövek, csiszolatok, ezek vannak többségben. Hát a mostani rendezvényen nagyon nagy lesz a választék, hát csak kiállítóból lesz körülbelül 200. De ez egy jó ötlet, mert az ékszert mindenki szereti. A pici lány, a nagyobb lány, meg a hölgyek is, sőt, talán most már még a férfiak is hordanak egyszerű és ilyen természetes anyagú karkötőket, medálokat. A hölgyek azért dominálnak a rendezvényünkön, de valóban nagyon sok a férfi is. Gondolom, hogy ez úgy történik, hogy ők nézik a hölgyek arcát, megnézik, hogy mi az, ami igazán tetszik, és akkor, amikor a hölgyek, mondjuk esetleg épp a gyerekekkel kígyósimogatón vannak, vagy mit minden szokott még lenni, ők szép titokban megvehetik a karácsonyi ajándékot. Sok ilyen eset van, amikor titokban jön vissza vagy a férj, vagy a feleség, hogy megvegye a párjának azt, amit együtt nézegettek. Hát ez nagyon aranyos. Na de akkor nézzük magukat a programokat is, hiszen ebben is mindig bővelkedik az ásványbőrze. Az állandó programok mellett folyamatosan fejlesztjük a földtudományos játszóházunkat, ami az aranymosásra épült rá, és itt most egy látványos ilyen UV-fény lámpás bemutatóval fogunk tovább lépni, ahol az ásványoknak az UV-fényben megjelenő viselkedését, fény színváltozásait fogjuk bemutatni a látogatóknak. Ez egy nagyon látványos stand lesz a
földtudományos játszóház keretein belül. Itt tulajdonképpen egy kicsit meg is ismerkedhetnek a különböző ásványokkal a gyerekek? Hát a maguk egyszerű hát magában ennen a játszóházon, igen, az ásványoknak gyakorlatilag minden fizikai tulajdonságával, meg hogy ezek alapján hogy lehet egy ásványt meghatározni, mert ezek a fizikai tulajdonságok, amiknek a vizsgálatával lehet pontosan megmondani, hogy egy adott ásvány az melyik ásvány. Ez nagyon aranyos és nagyon fontos dolog. Nálunk még az iskolában növény meghatározásokat csináltunk, növényeket mentünk gyűjteni, és mindenki megismerte, hogy melyik a tölgyfa levél. Most pedig meg kell, hogy ismerje, hogy melyik az ahát, melyik a türkíz, vagy nem is tudom, hát biztos nagyon sokféle lesz ott. Igen, hát az aranymosásnál is, amit kis tájokat találnak a homokban a gyerekek, azokat utána rögtön a földtudományos játszóház kereteiben be tudják azonosítani. Tehát úgy mennek haza, hogy azért információjuk is van arról, hogy mit találtak a homokban. És amit kiszitáltak maguknak, azt ők meg is kapják? Természetesen az az övéké. Ó, hát akkor érdemes menni ásványokat mosni, vagy aranyat mosni, ahogy szoktuk mondani. Mi lesz még a gyerekeknek, hiszen ilyenkor azért a gyerekekkel együtt mennek a szülők? Ja, hát ugye a leglátványosabb programok azok továbbra is a 3D vetítés barlangokról, meg a mini planetárium, vagy mobil planetárium, ahol mind a két helyen folyamatosan menni fognak az előadások. Visszatért újra a kígyósimogató, ez nem ásvány, de mivel sok a gyerek, ez ilyen kicsit lazításképpen a sok ásvány között, ez nagyon-nagyon-nagyon népszerű szokott lenni. Sőt, voltak kiskutyák, láttunk különleges. Ennek nagyon örülünk, hogy ez most visszatért. Persze a földtudományos játszóház meg sok ingyenes program is van, de többek között a szerencsefa készítés féldrága kövekből, meg egyéb karácsonyi kis ajándéktárgyak készítése, ez folyamatosan működni fog. Még a gyerekek is meglephetik karácsonyra a szülőket. De lesznek komolyabb kreatív foglalkoztatók is, ezek között lesznek természetesen fizetősek is, ahol kövekből kis szobrokat lehet csinálni, úgynevezett kőszobrászat, meg egyéb ilyen interaktív kézügyességprogramok. Hát az elég komoly dolog, ott már akkor a nagyobbacskák, sőt a felnőttek is tudják élvezni, gondolom. Igen, a felnőtteknek ráadásul most workshop keretében bemutatkozik nálunk egy iparművész hölgy, karácsonyi koszorú készítést lehet helyben, tehát karácsonyi koszorú készítést, adventi koszorú készítést lehet benevezni, aminek az a különlegessége, hogy ásványbőrze, hogy ásványokat is fel lehet használni a koszorú díszítésénél. És már is megint egy egyedi dolog. Hát én azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok, mert egészen más, ha olyat teszünk az asztalra, amiben a mi kezünk munkája van benne, és annyi mindennel foglalkoznak az emberek, hát legyenek a szép ásványok is ott a karácsonyi asztalon. Mi az, amit még esetleg kiemelnénk, hiszen nagyon sok hát minden a kiállítások van. Között most bemutatkozik Magyarország egyik legfantasztikusabb ásványfotósatót, László úr a mikroásványokról készült ásványfotóival lesz egy komolyabb fotókiállítás, illetve az ásványgyűjtői teremben meg az egyik magyar ásványgyűjtő Fehér Domonkosnak a saját ásványgyűjteményéből lesz egy szintén egy kis kiállítás bemutatva. Én azt hiszem, hogy akik rendszeresen járnak az ásványbőrzékre, ők megmondhatják, hogy milyen isteni ott a hangulat, de aki most megy először, hát az is kapja össze magát, mert nagyon-nagyon sok a rendezvény, de tulajdonképpen ez 3 napig tart. Igen, ez 3 napos. A programoknak a nagyobb része az szombat-vasárnap lesz, a pénteki nap az inkább karácsonyi vásár, a szombat-vasárnap az meg teljes gőzzel vásár mellett programok is. Na, akkor egy kicsit ismerkedjünk azzal is, hogy mi minden van az asztalunkon? Úgy hozta a sors, hogy a Madagaszkárról származó ásványok vannak többségben, de hát Madagaszkár nagyon gazdag különböző ásványanyagú van, főleg amit így ásványbőrzéken is be lehet mutatni. Ugye itt sorban tőle mind rózsaszín, kék, többszínű ásványok, ezek mind Madagaszkárról. A rózsaszín ugye rózsakvarc, a középső kékszínű apatitból csiszolt kis szobadísz forma, itt a harmadik nagyon érdekes formájú csiszolt kő, ez pedig egy jáspis variáció. A jáspis az nagyon sok, nagyon változatos tud lenni. Itt még külön ezzel a csiszolt formával nagyon jól kiemelték ezeket a különböző színű foltokat a kőben. Adósok vagyunk a nappal, hogy mikor is lesz.
December 6-7-8-a, péntek, szombat, vasárnap, és mind a három nap 10-től 19 óráig lesz a nyitvatartásunk. Velünk élő történelem, Trianon. Tovább folytatjuk azt a lehetőséget, hogy szakemberek beszélgetnek nekünk olyan témákról, politikai eseményekről, lehetőségekről, amivel esetleg nap mint nap találkozunk, mint fogalom, csak éppen nem tudjuk, hogy hova is tegyük őket. Ma önök mindent megtudhatnak, amit a közösségvédelmi keret egyezményről tudni kell. Hogy kitől? Szeretettel üdvözlöm Patrubány Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét, és nagy szeretettel köszöntöm Németh Lajosnét, Lídiát, aki aláírás gyűjtő, és talán megint hasznos információkat kaphatunk majd tőle. Kedves Miklós, hát ez a kimondhatatlan nevű valami, akkor micsoda? Megpróbálom pár percben összefoglalni. Ez, ha egyszerűen fogalmazunk, akkor ez a Trianon elleni harcunknak a kasszája. Kassa, kard és kassa, mert az az aláírásgyűjtés, amelyikről már többször szó volt az adásban, és amelyiknek Lídia az egyik letéteményese, az a kard. De az élet nem csak harcból áll, az élet áll építkező szakaszokból is, meg egyszerűen megélt szakaszokban is, és ezekben az időszakokban is nekünk küzdenünk kell Trianon pusztító következményei ellen, és ebben ezért sok magyar szerte a Kárpát-medencében ezelőtt 2 évvel támogatott egy európai polgári kezdeményezést, több mint 1 millióan írták alá az Európai Unió 7 országában, legtöbben Magyarországon. Annak azt érdekében... hiszem, hogy nem ez volt a neve, hogy esetleg a nézők is tudják, nem, hogy mi. Akkor még az angol nevén emlegettük, hogy Minority Safe Pact. Magyarul úgy szokták emlegetni, hogy kisebbségvédelmi keretegyezmény, de ez a munka, amit ennek az előkészítésével ez alatt a 2 év alatt lefolytattunk, meggyőzött minket arról, hogy fel kell számolnunk, és ki kell tiltanunk a szóhasználatunkból a kisebbség szót, és tehát a kisebbségvédelmi fogalmat is, mert ez tulajdonképpen egy merénylet a számbeli kisebbségben élő emberi közösségek ellen, az emberi méltóságukat sérti, ugyanis soha nem csak arra értik a kisebbségi jelzőt, hogy számbelileg kevesebben vannak, hanem ezt kivetítik mindenükre. A ti történelmetek kevesebbet ér, a ti nyelvetek kevesebbet ér. Például Szlovákiában a két nyelvű település táblákon a magyar nevét a településnek apró betűvel írják, mint a szlovák nevet, mert hát az a többség, ugye? Tehát nekik nagyobb betűkkel kell írni a nevüket. Szóval, a legelső dolog, amit erről a folyamatról tudni kell, hogy az Európai Bizottság tegnap előtt megalakult, december 1-én Brüsszelben megalakult Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Bizottság. Kérem szépen, most már az ő asztalukra fog kerülni ez az Európai Polgári Kezdeményezés. A Magyarok Világszövetsége kidolgozott egy magyar javaslatot, amelyikben 30 év kisebbségvédő harcának a tapasztalatát sűrítettük bele, továbbá belesűrítettük 100 év kisebbségben megélt élet tapasztalatát. És akkor pontokba szedve, hogy mit kell erről az előterjesztésről tudni, hát az elsőt már kibeszéltük, hogy ez egy európai polgári kezdeményezésre adott válasz, magyar válasz, de ami még nem hangzott el ebből, hogy jelenleg is zajlik Európa szerte egy másik aláírásgyűjtés, amit a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezett, és amelyik ugyancsak ebbe az irányba mutat, tehát autonóm régiók felé, történelmi régiók felé, és a mi előterjesztésünk, amelyikről beszélünk, ez a kimondhatatlan nevű közösségvédelmi keretegyezmény, ez arra is válasz. Tehát a már lezajlott,
és letárgyalás előtt álló európai polgári kezdeményezésre, amelynek Minority Safe Pack volt a neve, és a Székely Nemzeti Tanács által most aláírásgyűjtéssel folytatott kezdeményezésre is. Nem tudjuk, hogy ez sikeres lesz-e vagy nem, de ha sikeres lesz, és meg lesz az 1 millió alá, és akkor arra is válasz ez. Tehát ez a legfontosabb, elsődleges, amit erről tudni kell. A másik dolog az, hogy ebbe az előterjesztésbe belesűrítettük, amit mondottam, a 100 év magyar tapasztalatát, amelyiknek a leglényegesebb eleme az, hogy kisebbségben autonómia nélkül nincs jövő. Ezt egyébként a magyar politika, mondjuk úgy az össznemzeti magyar politika ideértve Magyarországülést, kormányt, Magyarok Világszövetségét és az elcsatolt területek magyar politikai szervezeteinek a vezetőit, már 96. júliusában kimondták ezt, hogy kisebbségben nincs élet autonómia nélkül, de aztán egy furcsa politikai kavalkád után ezt máig tartóan elfelejtette a magyar politika, de ezt az igazságot mi tovább nem rejtegethetjük, és éppen azért ez az előterjesztés 3 autonómia formát nevez meg, amiről már egyik korábbi műsorban szó esett. Igen, csak hogy itt az autonómiához kell egy bizonyos mennyiség, mert gondolom, ahol van 100 ember egy településen, ott ezt nem nagyon lehet. Igen, de hát van ott is, amit úgy hívunk, hogy közösségi autonómia, az olyan, hogy egy egész ország területére kiterjed, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vannak itt-ott az adott. Tehát terület. Egybe kell nézni? Egybe, mint nemzeti közösséget egybe kell venni, és kulturálisan őt is megilletik a jogok, tehát ő döntsön arról, hogy mit akar a gyermekeinek tanítani, milyen művelődési életet akar élni, stb. Tehát nekik is megjár egy ilyen. Aztán vannak települések, ahol többségben van a kisebbség, ott is különleges státusz kell. És vannak területek, ahol egész területen, mint a Sallóközben, vagy a Székelyföldön, vagy a Tisza mentén, vagy az Ér melléken, vagy néhány térséget említsek, ahol többségben vannak, mondjuk a magyarok, az ott élő többségi nemzettel szemben. Tehát ezt a 3 autonómia formát terjeszti el jogi megfogalmazásban, ez az indítvány. A harmadik dolog, amit erről tudni kell, hogy ez az előterjesztés tulajdonképpen új szintre emeli a kisebbségi közösségek, kisebbségben levő közösségek jogait a kollektív jogok szintjére. Mindmáig az Európai Unióban nincsenek közösségi jogok, nincsenek kollektív jogok, csak egyénekben gondolkozik az Európai Unió. Tehát ez az a jog, gyűjtemény, amit teljesen kimaradt a Lisszaboni szerződésből. Teljesen kimaradt. Az Európai Unió ma a Lisszaboni szerződésen alapszik, és ebből kimaradt. Korábban még volt európai alkotmánytervezet, abba beajánlottuk ezeket a gondolatokat, de az az európai alkotmány, ez megbukott a hollandiai népszavazáson, se Franciaországén, és helyette lett a Lisszaboni szerződés. Negyedik elemként megemlítem, hogy jól lehet ez egy magyar előterjesztés. Magyar tapasztalatból táplálkozik, magyarok terjesztik elő, de egyetemes akar lenni. Az egész szövegben, ebben a 4 nyelvű kötetben, magyar, angol, francia, német nyelvű kötetben, aminek a bemutatása ma volt a Magyarok Világszövetségének székházában, ebben magyar az indítványozó, de az egész megoldás nemzetközi, illetve egyetemes, bármelyik európai nemzeti közösségre érvényes, amelyik számbeli kisebbségben él egy adott országban. Van magyar sajátossága is, egy magyar záradék, de erre még visszatérek. 5. ismérveként elmondom azt, hogy egy egységes fogalmi keretet teremt meg. Nagy zűrzavar van összeurópai szinten, a nép, a nemzet, az állam, a nemzeti kisebbség, a népcsoport és a többi fogalmak körül. Ezeket egy egységes fogalmi keretbe helyezi, és áthidal, ez a 6. ismérve ennek az előterjesztésnek, áthidal egy 30 éves űrt. A nemzeti közösség, vagy a nemzeti kisebbség szó, az a francia kisugárzású területeken érvényesült,
a népcsoport az a német kisugárzású területeken, és a kettő egymás mellett elbeszélt. Most az autonóm közösségek fogalmának a megteremtésével lényegében ez a helyére kerül, mert autonóm közösség a nemzeti közösség is, és autonóm közösség a népcsoport is. Ez az első ilyen megoldás összeurópai szinten, amely ezt a két divergáló, egymás mellett elhaladó fogalmat egységes elbírálás alá vonja. És akkor említettem már, hogy van egy magyar záradéka, hiszen a magyar közösségek ugye elszenvedték Trianont, ami egy nemzetgyilkossági kísérlet volt, aminek a magyarság máig issza a levét. Minden elcsatolt területen megfeleződött a magyarok száma. Az ott élő többségi nemzetek meg háromszorozták a lélekszámukat, tehát a magyar jövő ferdén és kilátástalanul nézott ki. Éppen azért ez a záradék ezt a kérdést próbálja orvosolni. És végül ugye azt kell elmondani, hogy a legfőbb tanulsága ennek az előterjesztésnek az, hogy fel kell számolnunk a közbeszédben is, és a politikai fogalmi térben is a kisebbség szót. Nem, nemzeti kisebbség fogalmát el kell tüntetni, mert ez megbélyegző, súlyosan megbélyegző, és be kell helyettesíteni a nemzeti közösség fogalmával. És mindenütt ezért lett a kisebbségvédelmi keretegyezményből közösségvédelmi keretegyezmény, mert ezután a Magyarok Világszövetséghez mától kezdve bevezeti, mi nem beszélünk többet kisebbségről, csak közösségről. És reméljük, hogy az egész Európai Uniót erre rá tudjuk venni. Hát nagyon szépen köszönjük Patrubány Miklósnak, talán önöknek is segített eligazodni ebben a mai helyzetben. És akkor megkérem Miklóst, hogy Lídiát, aki köztünk van, egy kicsit mutassa be. Jaj, hát Lídia az egyik legszorgalmasabb aláírásgyűjtő, a Magyarok Világszövetségének régi tagja, aki már több mint 1000 aláírás gyűjtött, és 5. fokozatú nemzetszolgálatot érdemelt ki ezzel, de hát, hogy ezt hogy is vitte véghez, erről ő tudna vallani. Hallgassuk! 2017. október 15-én, Bocskai Szabadságharc évfordulóján akkor indult ez az aláírásgyűjtés, és már én, illetve még 19-én, két nappal később az Őrsvezértéren aláírásgyűjtésbe kezdtünk. Nagyon sokan jöttek aláírni, és két nap múlva is, és volt, aki felkiáltott már a második napon, hogy mikor meglátta az asztalunkat és a plakátot, na végre Trianon! És úgyhogy akkor rengetegen jöttek aláírni, azon kívül én a 17. kerületben lakom Rákos Csabán, és nagyon sok aláírás gyűjtöttem Rákos Csabán. A Kaszál utcai piacon, akkor autómentes napon, a 17. kerületben egyéb rendezvényeken. Hallottam, és hogy jeles emberekkel is aláírottam. Jaj, igen, hát volt, hogy a Budai Ilona is aláírta az én aláírás íveben, kellően Varga Miklós is, az István király énekese, úgyhogy ő is aláírta, több művész, és aztán a másik pedig az, hogy voltak, akik jöttek úgy, hogy jaj, hát én nem politizálok, és akkor mondom, hát ez nem politizálunk, hanem ez nemzeti kérdés, és rögtön jöttek és írták alá. És de hogy tudta Lídia meggyőzni ezt a sok embert? Mert Lídia 60 emberből még aláírásgyűjtőt is csinált. 61, sőt most az előbb a 62. is megtörtént itt az előszobában. Van saját módszere? Tudják, hogy ha a Magyarok Világszövetsége, ott csak jó dolgok történhetnek, és még azt hozzá kell mondanom, hogy a mi kerületünkben akkor ott volt a kettős állampolgárság kampányzáró előadása, és ott meghívtuk a Rácz Sándor tiszteletbeli, igen, Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnökét és a Nagy Budapesti Munkástanács elnökét, és jelen volt Gaudi Nagy Tamás is, uh-huh, és a Csat Magdolna. Így hát nagyon sikerült. Szépen köszönjük, kedves Lídia, és önnek is természetesen, Miklós, jöjjenek a jövő héten is.
egészségünkre. Tudom, hogy úgy várják ezt a blokkot, úgyhogy már is mondom, hogy Éliás Tibor természetgyógyásszal beszélgetünk egy nagyon fontos dologról, a refluxról. Aki már egyszer is tapasztalta, tudja, hogy iszonyú fájdalom, nagyon kellemetlen, és elveszi a kedvét az embernek az evéstől, az utána való cseverészéstől. Az élettől. Tessék! Miért mondom? Azért, mert ezt hallom önöktől, hogy már élni nincs kedvem, hiszen ha csak lebillentem a fejemet már rögtön, pedig állítólag csak a fekvésnél van, de amikor már előre haladott állapot, akkor tényleg borzalmas lehet. Szerencsére nem tudom, mert én szedem a... Amiről beszélek, azokat én mind szedem, de úgy látszik, van értelme. Először is határozzuk meg, hogy mi a reflux, honnan jön? Amikor emésztünk, akkor, tehát gyomorban emésztünk ugye természetesen, kilazul az úgynevezett gyomor záróizom, és kinyílik valójában, és a gyomorsav, ami természetes módon ott kell, hogy legyen, tehát nem arról van szó, hogy itt meg kell szüntetni a savat, mert akkor tényleg nem lesz emésztés, csak egyensúly állapotát kell helyrehoznunk. Ha kinyílik ez a záróizom, akkor a sav is fel tud jönni, mikor lefekszünk, de a savnak a gőze is feljön, ami belülről marja ezt a nyelőcsövet, ezt a nyálkás területet, és ennek van ilyen szörnyű hatása, hogy az ember tényleg az életét is el akarja dobni már lassan. Na most ezeken lehet ám segíteni. Na, tehát először is ott kell kezdeni, hogy a probiotikum. Tehát egyszerűen nem tudjuk kikerülni, ha élni akarunk. De a minőség, ezt mindig elmondom. Mert felesleges olyat venni, aminek aztán nem lesz hatása, vagy nem olyan, és a többi. A második, hogy mit emésztünk és mit eszünk. Az előbb, nem tudom, mondtam-e, hogy az alkoholisták, a nikotinisták, a szénsavas üdítőket ivók nagyon előnyben vannak. A sok cukorkát, csokoládét, édességet, szénhidrátot evők, megint a gyomorsav túltengését, és így a reflux betegséget idézik elő. Nagyon fontosnak tartom, hogy bizony olyan teákat vagy úgynevezett táplálék kiegészítőket kell fogyasztani, amelyek zöldségfélék, olyan ételek, amik nem puffasztanak. Például a bab, vagy káposzta is egy bizonyos fokig. A kábetűsek. Tehát ezeket mellőzni kell, legalábbis addig, ameddig ez a probléma meg nem oldódik, mert meg tud oldódni, csak legyenek türelemmel, és betartani azt, amiket megbeszélünk. A legjobb lenne tulajdonképpen újra tervezni a táplálkozásunkat. Kevés hús, abból is inkább a fehér húsok, mint a vörös húsok. Természetesen erre is, arra is szükség van, csak mindig az arány. Sok zöldség, olyan gyümölcsök, ami nem túl édesek, nem túl sok szénhidrátot tartalmaznak. Az italok közül minél inkább zöldség és gyümölcslevek, természetesen lehet szénsavasat is, de módjával. Az idegeskedésre már annyiszor beszéltünk, hogy a stresszt a relaxációs állapotba kell hozni. Erre nagyon jó teja van, kapszula van, hogyha erőteljesebb állapotban van, és több legyet ütünk egy csapásra, mert egyrészt az idegrendszerünk, tehát a stresszes állapot nyugiba kerül, másrészt akinek az éjszakai alvása nem biztosított, az jobban fog tudni aludni persze, mások pedig azért kelnek fel, mert a emésztésük, a savbázis egyensúlyuk miatt újra a fekvő állapotban följön a gyomorsav, vagy a gőze. Hát akkor ők inkább párnán aludjanak? Hát a fejet alá kell támasztani, hogy ne vízszintesen folyjon oda az a sav, hanem kíméljük magunkat ezzel. És mikor egyenek? Hát este mindenképpen ne egyenek. Tehát lefekvés előtt. De különben is azt mondja a szabály, hogy reggeliz, mint egy király, ebédel, mint egy polgár, és vacsoráz, mint egy koldus. Mondjuk az öltözködésről te nem sokat szoktál mondani, én annyit tudok, de ha tudok... Hogy ne szorítsuk meg a pocikánkat. Se férfiak, se nők? Bizony nem, mert ez megint csak visszahat a felszívódás az emésztésre. Pontosan. Na és még egy nagyon fontos, igen? Hogy ha már teára ránéztem, van egy nagyon-nagyon jó, úgymond lugosító teja, de van ez kapszula formában, az egy kicsit intenzívebb, tehát gyorsabban hat.
Azt is lehet, hogy a teát és a kapszulát egyszerre használni. Baj. Amikor választottuk ezt a témát, akkor azért az önök kérdéseire alapoztunk. Sokan kérdezték, hogy mi a helyzet a citrommal. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog. A citrom savas. De nem mindegyik. Az, amelyikben üvegben terem, ilyen műanyag üvegben, vagy másmilyen üvegben, az savas. Amelyik a fán terem, az meg lugosít. Bár savas az ízhatása. Félnek az emberek. Az ecettel mi a helyzet? Ugyanez a helyzet. A üvegben termett ecet, műanyag üvegben termett ecet, az nem ajánlott ebből a szempontból, viszont a almaecet az igen. És abból, akkor ezeket hogy? Mit csináljunk vele? Mondom, reggel így gyomorra, amikor föl kell, akkor egy probiotikot, a minőségi probiotikot bekap hozzá egy 3 deci, minimum 3 deci meleg vizet, olyan meleget, mint egy teja. És azzal a tejába tessék tenni egy evőkanál valódi citromlevet, flavonoidokból, antioxidánsokból álló italt, kérdezzenek rá, mindenképpen segítek, hogyha nem találnak maguknak. Azt is kérdezték sokan, hogy hát a Tibornak nincs klubja, hát hogy ne lenne, méghozzá a egészségklub. Igen. Mit takar ez a klub? Hát, ez most egyelőre szünetel. De a Facebookon ott van. Igen, igen, igen. Hát a Facebookos Aegészségklub az igen, oda is lehet kérdéseket feltenni, meg lehet olvasni, ott azért hetente többször teszek fel új információkat. Viszont azért nagyon érdekes, hogy tervezem a mi kis klubunkat ott a Kossuth-Lajos utcába, ahová majd remélem az ünnepek alatt már be tudom rendesen rendezni, és akkor majd januárba elindul a tényleg az egészségklub, ahová egy 15-20 embert minden alkalommal szeretettel várok, akik előzetesen jelentkeznek. Tudom, hogy fellépés előtt állsz, méghozzá szerzői est is lesz egyben. Ja, a 15-ei. Jaj, dehogy nem. Most válogatom a dalokat, hogy miket énekeljek, világslágerek legyenek, tényleg sláger, 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 musical, opera, de sláger, magyar nóta, operett, kuplék, tehát, és olyan sztár vendégekkel, mint mondjam. Igen. Domonko Zsuzsa, az Operett Színház több évtizeden keresztül nagy divája, most is az. Hát egyszerűen férfi lesz, Peller Karcsi, és még két nagyon-nagyon fontos vendégem van. Nagy Ibolya, akivel én Debrecenben nagyon sokat voltam egy színpadon, most a Danko Rádiónak, az Operett szekciójának a vezetője, Erdélyi Klaudia, aki a Magyar Nóta szekció vezetője, Bordás Barbara. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat mindannyian. Kispesten, szülőhazámban, 15-én szóljanak, hogyha el akarnak jönni, segítek benne, jó? Így van. Hívják a műsor állandó információs számát 0620 9 340 330, hiszen ez a telefon azért van, hogy önök többet tudjanak. Ha nem sikerül elsőre, akkor próbálkozzanak kétszer-háromszor is, én fogom fölvenni, úgyhogy hívjanak bátran. Nézzék még a weboldalunkat www.teaglóriával.hu, illetve a Facebook oldalunkat is. Az ismétlések rögtön csütörtök hajnalban 3:30, majd csütörtökön 13:30, szombaton délután 18 órakor várom önöket a képernyő elé, és vasárnap reggel már az ágyból bekapcsolhatják, és nézhetik a Tea Glóriávalt reggel 8-tól 10-ig. Kedves nézőink, remélem jól érezték magukat velünk, és nem maradt más hátra, mint hogy egészségükre.